Kedves testvéreim, szeretettel köszöntölek mindnyátokat, akik eljöttetek erre a templom búcsúra, Szent Péter és Pál apostolt tiszteljük, köszöntjük ezekben az órákban, ezen a szentmisén. A csíksomlyói búcsún azt mondják, hogy ott nem köszöngetnek mindenkit, hiszen egy igazi meghívott van, mégpedig az, aki a misét mondja, és a szónok is egyben. Hát mi nem Csíksomlyón vagyunk most, ezért engedjétek meg, hogy a polgármester urat is tisztelettel köszöntsem. Köszöntsem azokat, akik a televízión keresztül kapcsolódanak be most, vagy majd a későbbiekben ebbe a szentmisébe, és kiemelt nagy tisztelettel köszöntsem dr. Novák István kanonok plébános urat, aki az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem általános rektor helyettese. Jól ismerjük őt, nagy tisztelettel köszönöm meg, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és kérlek szépen, hogy a szentmisét bemutatása közben imádkozzál értünk is. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves ünneplő testvérek, én is szeretettel köszöntöm kedves paptestvéreket, diakónus testvéreket, mindazokat, akik eljöttek ide, hogy ma ebben az ünnepi órában tiszteletüket fejezzék ki Szent Péter és Szent Pál apostolok előtt, és az egyházközség búcsúünnepén részt vegyenek. Köszönöm plébános úrnak, helynök úrnak a meghívását. Örömmel jöttem, hiszen Miskolc az mindig is közel állt a szívemhez, sárospataki születésű vagyok, tehát egy megyében vagyunk. Másrészt pedig 1998. szeptember 1-től október végéig ezen a plébánián diakónus szolgálatot teljesítettem, a papszentelés előtt. Akkoriban még úgy volt, hogy két helyre kellett menni, két hónapot egyik helyen, egy másik két hónapot egy másik plébánián, és az én életemben az a két hónap, az első két hónap itt ezen a plébánián telt. Ma is örömmel gondolok vissza azokra, akikkel az alatt a két hónap alatt találkoztunk. Most a szentmisét ajánljuk fel minden jelenlévőért, egyházközség élő és elhunytjaiért, és imádkozzunk, hogy Szent Péter és Pál apostolok közbenjárása által mi is részesei lehessünk annak a kegyelemnek, amelyet a búcsúünnepen különösképpen is megkapunk. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
könyörögjünk. Istenünk, te Péter és Pál apostol ünnepével áldott szent örömet adtál a mai napon. Engedd, hogy egyházad mindenben kövesse azok tanítását, akik első hirdetői voltak keresztény hitünknek. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Amikor Jeruzsálemben kitört az első keresztény üldözés, Heródes király elfogadta az egyház néhány vezetőjét, hogy ártson nekik. János testvérét, Jakabot karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ezzel megnyerheti a zsidók tetszését, elhatározta, hogy Pétert is elfogadja. A kovásztalan kenyér ünnepét ülték. Elfogadta, börtönbe záratta, és rábízta négy, egyenként négy katonából álló csapatra, hogy őrizzék. Az volt a szándéka, hogy húsvét után a nép elé vezetteti. Míg Pétert fogva tartották a börtönben, az egyház szüntelen imádkozott érte Istenhez. Azon az éjszakán, amikor Heródes elő akart őt vezettetni, Péter két katona között aludt, kettős lánccal megbilincselve. A bejáratnál pedig őrök vigyázták a börtönt. Egyszerre megjelent az Úr angyala, és a helyiséget fény árasztotta el. Az angyal megütötte Péter oldalát, és felébresztette. Kelj fel gyorsan! Erre a láncok lehultak a kezéről. Azután az angyal így folytatta. Csatold fel övedet, és vedd fel saruidat. Amikor megtette, az angyal ezt mondta. Vedd magadra köpenyedet, és kövess. Péter elindult, és követte, de nem tudta, hogy valóság-e az, amit az angyal tesz vele. Azt gondolta, hogy látomása van. Átmentek az első őrségen, majd a másodikon is, aztán eljutottak a város felé nyíló vaskapuhoz. Az magától kinyílt előttük. Kint még végigmentek az egyik utcán, és ott az angyal hirtelen eltűnt mellőle. Amikor Péter föleszmélt, így szólt. Most már biztosan tudom, hogy az Úr elküldte angyalát, és kiszabadított Heródes király kezéből, és mindabból, amiben a zsidó nép reménykedett. Ez az Isten igéje. Thank you.
Szent Lecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Kedves fiam, az én véremet nem sokára kiontják áldozatul. Eltávozásom ideje közel van. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Készen vár rám az igazság győzelmi koszorúja, amelyet az Úr, az igazságos bíró megad nekem azon a napon. De nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja az ő eljövetelét. Mellém állt ugyanis az Úr, és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését, és tudomást szerezzen róla minden pogány. Így megmenekültem az oroszlán torkából. Sőt, az Úr ezután is megszabadít minden gonosz cselvetéstől, és átment mennyei országába. Dicsőség legyen neki mindörökké. Amen. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! És Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az ember fiát. Ezt válaszolták, van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom néked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egy házamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Ezek az evangélium igéi. Kedves ünneplő testvérek,
itt a templomban is, odahaza a képernyők előtt, amikor Szent Péter és Pál apostolokra gondolunk, akkor nagyon sok olyan tanítást fogalmazhatunk meg, amelyet aktuálisan a saját mostani keresztény életünkben is felhasználhatunk, és amelyik tanít bennünket, és megerősít keresztény küldetésünkben, hitünkben. Én három ilyen tanításra, ilyen gondolatra szeretnék utalni a mai szentbeszédben. És mindenek előtt arról szeretnék néhány szót szólni, hogy amikor ezt a két főapostolt ünnepeljük, akkor végeredményben az első keresztény közösség legelső tagjait ünnepeljük. Hiszen a Szentírásban azt olvassuk, hogy Péter volt az első, aki követte Jézust, majd aztán követték a többiek, és később pedig azt olvassuk, hogy amikor Pál apostol még Saulként üldözi Krisztus egyházát, akkor ő azok közé tartozik, akik elsőként térnek meg, és lesznek üldözőkből olyanok, akik maguk is hirdetik Krisztus üzenetét, evangéliumát, sőt mi több, Pál apostol az, aki az akkor ismert világnak egy jelentős részét missziós útjain keresztül evangelizálta, és Jézus tanítását továbbadta a közösségek számára. Ma, amikor mi is benne élünk a keresztény egyházban, a keresztény katolikus egyházban, akkor tapasztalunk olyan jeleket, amilyenek olykor az ősegyházban is megvoltak, máskor pedig akár évszázadokon keresztül azt lehetett látni és érezni, hogy erősödik a közösség, növekszik azok száma, akik a keresztséget felvéve keresztény közösségnek lesznek a tagjai. De már az ősegyházban is meg lehetett figyelni azt, sőt már Jézus Krisztus kereszt halálának pillanatában is, többek között Péter apostol személyén keresztül is, hogy bizony vannak olyan időszakok, amikor egyesek elmennek az egyházból, vannak olyan időszakok, amikor bár ismerjük a keresztény tanítást, de azt mégsem tartjuk meg, mondhatnánk azt, hogy bár meg vagyunk keresztelve, de csak névleges keresztények vagyunk, mert ezt vagy azt a tanítást, üzenetet már nem tartjuk fontosnak, amit a keresztény közösség évszázadokon keresztül megfogalmazott. És én ebből a kérdéskörből egyetlen egy dologra szeretném ráirányítani a figyelmet, nevezetesen azt, hogy Péter apostol életére elsősorban, de Pál apostoléra is jellemző volt az, hogy amint megismerték az Urat, onnantól kezdve ugyan voltak némi hűtlenségek, voltak némi megbicsaklások, de valójában Jézust megismerve mindvégig követték őt. És amikor ma körülnézünk a kereszténynek nevezett Európában, körülnézünk a világban, akkor nagyon sok helyen állapíthatjuk azt meg, hogy minthogyha a keresztények elfelejtenének keresztények lenni. Persze aztán, hogyha máshová vetjük a tekintetünket, és mondjuk egy afrikai országra nézünk, akkor meg épp ellenkezőleg azt tapasztaljuk, hogy miközben ott keresztény üldözések vannak, miközben egy vasárnapi szentmisére való elmenetel olykor felér egy vértanúságnak a vállalásával, nem lehet tudni, hogy mikor fogják felrobbantani azt a templomot, és mennyien fognak meghalni, hogy aztán a következő héten, ha egy ilyen történik, akkor még többen menjenek a templomba, mert még inkább ott van a hit az ő lelkükben, mások és saját maguk vértanúságának a figyelembe vételével is. Tehát, hogy látjuk azt, hogy mintha itt mi Európában elfelejtettük volna, hogy kihez is tartozunk, máshol pedig, hála Istennek tapasztaljuk azt, hogy az emberek megerősödnek a Krisztusba vetett hitben. Egy történetet szeretnék elmesélni. 90-es években, amikor kispap voltam, akkor nyári szünetekben
Eichstätt nevű németországi településre mentem, egyrészt egy kicsit a nyelvet gyakorolni, másrészt pedig munkát végezni, hogy amikor 3-4 hét munka után egy kis pénzhez jutott az ember, akkor abból ott Németországban vagy más országba elutazva tapasztalatot tudjon gyűjteni. És az egyik alkalommal az akkori püspök Walter Mixa meghívott a vasárnapi szentmisére, és kérte, hogy asszisztenciába vegyek részt. Indiából fog érkezni egy püspök, mondta, ketten fogják pontifikálni a szentmisét. És így is történt, majd a szentmise után közös ebéd volt, ahol a németországi püspök atya megkérdezte az Indiából jött katolikus püspököt, hogy ott, abban a közösségben, ahol ő püspök, a megkeresztelt embereknek hány százaléka jár vasárnap templomba. És az indiai püspök nem értette a kérdést. Először azt gondoltuk, hogy bizonyos nyelvi nehézségek vannak, aztán a németországi püspök atya újra megismételte a kérdést, és aztán jött az értetlenkedés, majd aztán jött az igazi válasz. Hát milyen kérdés ez? Mondta az indiai püspök. Aki nálunk meg van keresztelve, az azért van megkeresztelve, hogy a közösséghez tartozzon, és legalább vasárnaponként ott van a szentmisén. Kedves testvérek, amikor Péter és Pál apostolra gondolunk, akkor azt kell észrevennünk, hogy bár még egyszer mondom, voltak az ő életükben is időszakok, amikor nem tartoztak teljes egészében Krisztushoz, de mégis, amit csak lehetett, amikor valóban felfedezték azt, hogy Krisztus a Messiás, a megváltó, hogy vele jó barátságot kiépíteni, akkor onnantól kezdve egészen a vértanú halálig követték Jézust. Adjunk hálát Szent Péter és Pál apostoloknak, akik ma arra tanítanak bennünket, hogy vegyük komolyan keresztény küldetésünket. És hogyha nem szeretnénk mi itt Magyarországon arra a sorsra jutni, amire a tőlünk nyugatra fekvő országoknak egy jelentős részében már sor került, hogy templomokat bezárnak, mecsetek kialakítják át, vagy éppenséggel áruházak lesznek belőlük, vagy egyszerűen csak hagyják, hogy elpusztuljon az a templom, akkor fedezzük fel újra a vasárnapi közösségi szentmisét, és fedezzük fel azt, hogy ez a közösség ez ezért fontos számunkra, hogy egyfajta példát mutassunk a többieknek is, éppen azáltal, hogy oda tartozunk Krisztushoz, mert persze otthon is tudunk imádkozni, otthon is lehet az jó Istenhez fordulni, otthon is lehet Krisztusba vetett hitünket megvallani, de mégis ez a közösség az itt a templomban, ahol egymással találkozva és majd szentáldozáshoz járulva a legigazibb módon tudunk találkozni Krisztussal, azzal a Krisztussal, akit Péter és Pál apostolok is követtek. Kedves testvérek, egy másik gondolat, amit szeretnék elmondani, Péter apostolhoz kötődik elsősorban. Péter apostolról tudjuk mindannyian, hogy egy kulcs szereplője a kezdeti kereszténység történetének, és hát mai napig meghatározó alakja, hiszen úgy szoktunk fogalmazni, hogy ő volt az első pápa. És amikor róla beszélünk, akkor mindenkinek eszébe jut az a nagycsütörtöki történet, amikor Péter, bár korábban fogadkozik, hogy ő soha nem hagyja el Krisztust, egyszerűen megtagadja a vele való barátságot. És ez a történet, ez nagyon szomorú, de szerencsés módon ér véget a történet. Szemben Júdással, akinek a bűne ugyanolyan óriási, vagy talán még nagyobb, mint Péteré, hiszen ő elárulja a mesterét, de valójában nem megbocsáthatatlan bűn, hiszen ha Jézus megbocsájt az ő gyilkosainak, akkor nyilván az árulónak is meg tudna bocsátani, csak az nem kéri. Péter apostol annyival mutat nekünk többet, és ez a legfontosabb a mi keresztény életünkben, hogy Isten mindig megbocsájt a mi számunkra, csak tudjuk kérni tőle. Kérjük először is a bocsánatot akkor, hogyha másokat megbántunk, tudjunk lenni alázatosabbak, mint amilyenek vagyunk, és ezáltal megbékélni, és ami még fontosabb ettől, hogyha ez megtörtént,
akkor tudunk kiengesztelődni az Istennel, vagyis betérdelni a gyóntató székbe, és ugyanúgy, mint ahogy Péter apostol keserves sírásra fakad, amikor találkozik a tekintete Jézussal, akit akkor ő ott megtagadott, mi is legyünk képesek legalább lelkünk mélyén siratni bűneinket, azért, mert azzal megbántottuk Jézust, és azzal elszakadtunk attól a Krisztustól, aki meghívott bennünket. Egy idős hölgy mesélte nekem pár esztendővel ezelőtt, hogy elment egy Mária kegyhelyre, és szeretett volna Szent Jónást végezni, be is térdelt a gyóntatószékbe, elmondta a bűneit, és az atya megkérdezte, hogy van-e haragosa. És hát mondta, hogy igen, haragszik erre is erre az emberre, aki ugyan már meghalt, de egyszerűen nem tudja neki elfelejteni, hogy milyen nagy lelki fájdalmat okozott, amíg élt. És kérdezte tőle az atya, ahogy elmesélte ez a hölgy, hogy akkor most itt meg tud-e neki bocsájtani. És azt mondta, hogy nem. Erre az atya mondta, hogy akkor tessék kimenni a gyóntatószékből, nincs feloldozás, majd hogyha meg tud neki bocsátani, na majd akkor lesz feloldozás. Ez a néni aztán elmesélte egy másik papnak, akit nagyon jól ismert, és azt várta, azt a választ várta, hogy majd ez a másik pap meg fogja őt védeni, és azt fogja mondani, hogy tessék jönni, majd én akkor feloldozom. De azt mondta a másik atya is neki, hogy nagyon jól tette, ott a gyóntató atya a búcsújáró helyen, a Mária kegyhelyen, hogy nem adott feloldozást. Ha feloldozást adott volna, akkor azzal saját maga követett volna el bűnt. Tessék már végre annak az elhunytnak megbocsájtani, és utána megkapja a feloldozást, és újra lehet szentáldozáshoz járulni, újra teljes közösségbe lesz Krisztussal. És akkor elmesélte nekem ez az idős néni, hogy akkor legyintett egyet, és azt mondta, igaza van az atyáknak, tényleg meg kell bocsájtani, mert már olyan régóta hordozom ezt a terhet, és most végre, mivel már ketten is azt mondták, hogy bocsássak meg, hát akkor üssek ő, megtörténik a megbocsájtás. Testvérek, Péter apostol példája tanít bennünket erre, hogy a bűnt elkövetni mindannyian meg tudjuk tenni. A haragot a másikkal szemben táplálni ezt, erre mindannyian képesek vagyunk. Egy másik családtagunkat, szerettünket elfelejteni és mondjuk hónapokig nem látogatni, erre mindannyian képesek vagyunk. De vajon képesek vagyunk-e újra, mint ahogy Péter ezt megtette, rátekinteni Jézusra, és hogyha rátekintünk, akkor megérezzük-e azt, hogy nekünk van szükségünk a bűnbocsánatra. Biztosan a legtöbben ismerik Pap Lajosnak, a híres szívsebésznek nagyon sok tanítását, és ezek közül régebben az egyik mondata, vagy egyik gondolata úgy szólt, hogy amikor sebészként dolgozott, és ott volt a kezébe szószoros értelemben az emberi szív, akkor szinte lehetett látni némelyik beteg szíven azt, hogy ez az ember milyen haragot tartó, milyen gyűlölködő volt, szinte szívére volt írva, hogy attól betegedett meg a szíve, hogy soha nem tudott semmit elengedni. Soha nem tudott túllépni bizonyos dolgokon. Hát Péter apostol arra tanít bennünket, hogyha ő a bűn elkövetése után képes volt újra Jézusra tekinteni, majd aztán Jézus rá tudta bízni az egyházát, akkor nekünk is van megbocsájtás, a mi számunkra is van bocsánat, csak tartsuk be azt, amit a mi atyánkban imádkozunk, bocsásd meg a mi vétkeinket akkor, ha mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Kedves testvérek, végezetül pedig Pál apostolra szeretnék koncentrálni, hiszen ő is tanít bennünket. Méghozzá most egyetlen egy élethelyzetét szeretném kiemelni, az ő megtérésének a történetét. Milyen csodálatos, és ebből is látszik, hogy a Szentírás milyen remekül lett megszerkesztve, és hogy mennyire a Jóisten az, aki sugalmazásával a szent írók kezébe adta azt, hogy mit is kell leírni, mert lehet, hogy ezt a történetet, de akár visszatérve Péterre, lehet, hogy a Péternek a történetét sem tettük volna bele emberi ésszel gondolkodva a Szentírásba. Hát minek ott lenni annak a mondatnak, annak a tagadásnak, amit Péter mond, vagy minek benne lenni annak a történetnek, hogy például Pál apostol még Saulként
helyesli az első diakónus vértalú halálát. Azért, mert Isten ezzel a történettel arra akar bennünket tanítani, és a Szentírás azt akarja nekünk elmondani, hogy emberi közösségben élünk, az egyháznak van az az emberi arca, amelyet mindannyian megtapasztalunk, de ahhoz, hogy a föld életben zarándokló egyházból mi is eljussunk a szentek egyházába, a szentek közösségébe, ahhoz azokat a példákat kell figyelembe venni, amit a Szentírás elmond. És Pál apostolról azt tudjuk, hogy üldözi Krisztust. És aztán a damaszkuszi úton olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben, megtörténik az ő megtérése. És ez a megtérés, ez egy valódi, őszinte megtérés. Bizonyára az itt jelenlévők közül azok, akik kevésbé fiatalok, emlékeznek még arra, hogy mi is volt 1990-ben, amikor az úgynevezett rendszerváltoztatás történt. Bizony, én is emlékszem, 19 éves voltam akkor, hogy az első szeptemberi napon, az első szeptemberi vasárnapon hirtelen milyen sokan jöttek a katolikus templomba. Arra is emlékszem, hogy aztán 2-3 vasárnappal később, amikor látták, hogy olyan nagy előny nem származik abból, hogy templomba jönnek, egy részük elhagyta Isten házát. Aztán 98-ban ugyanígy történt, 2010-ben ugyanígy történt. Ha voltak ilyen politikai mozgások a közéletben, akkor úgy néhányan eljöttek, hogy hátha valami előnye lesz abból, hogy ő keresztény. És hát két probléma volt ezzel. Az egyik, hogy utána ezek az emberek jó részt elhagyták a templomot, de a másik, ami sokkal rosszabb volt ennél, hogy az egyébként templomba járó kedves hívek olykor még azokat is kinézték, akik valóban megtértek. És nagyon sok történetet tudnék elmondani, hogy hány és hány ember mondta, hogy ő olyan szívesen ment végre el a templomba, de hát akik ott voltak, azok ránéztek és azt mondták, hogy hát ez is, meg ő is, ezelőtt ezt meg azt csinálta, most minek jön ide. Viszont Pál apostol története pont arra akar bennünket megtanítani, ma itt lévő keresztényeket, hogy várjuk azokat, akik jönnek hozzánk. És ne foglalkozunk azzal, hogyha néhányan becsapnak bennünket. Ne foglalkozunk azzal, hogyha néhányan csak úgymond sütögetni akarják a saját pecsenyéjüket nálunk. Nem ez a lényeg. Hogyha a 10 emberből csak egy igaz van, aki valóban a megtérés útjára lépett, az már nekünk nagyon elegendő, és nagyon fontos, hogy azt az egyet megőrizzük. Éppen ezért, amikor akár az én egyház községemben is egy-egy új arc jelenik meg, akkor mindig olyan óvatosan kérem a oda járó, főleg hétköznapi szentmisén résztvevő idősebb hölgyeket, hogy nehogy kinézzék innen, menjenek oda hozzá, beszélgessenek, kérdezzék meg, hogy itt lakik-e, vagy csak turistaként van, és próbálják meghívni a közösségbe, hiszen hát elfogynak a rózsafűzér társulati tagok, elfogynak azok az emberek, akik segítenek a templom takarításában, tehát szerezzünk új embereket magunknak, és csak úgy tudjuk megszerezni az új embereket, hogyha kinyitjuk a szívünket, hogyha felül emelkedünk azon, amit én magam papként nagyon sokszor átéltem az elmúlt 24 évben, hogy valaki ott ült 2-3 évig is a templomban, és egyszer csak eltűnt, és a mai napig keresem az okát, hogy már miért nincs ott. Ugyan megbántottam-e valamivel, vagy mi volt az a mondat, vagy mi volt az a gesztus, ami miatt ő már nem jár hozzánk, vagy egyszerűen csak megunta az egészet, vagy soha nem is volt hite. De ez legyen a papnak a problémája, az egyházközségnek viszont legyen az a pozitívuma, hogyha Pál apostol megtérését elfogadjuk, ha egy Krisztus üldözőből elfogadjuk azt, hogy fő apostol lehetett, akkor mindenki iránt legyünk nyitottak, nyissuk ki a lelkünket, a szívünket a betérő emberek iránt, és akarjuk, hogy legyenek tagjai a mi közösségünknek. És ha néhányszor csalódunk, akkor magunkban imádkozzunk azért, akiben csalódtunk, és aztán megrázva magunkat, újra menjünk előre, és keressük, hogy minél többen, minél nagyobb lelkesedéssel legyünk tagjai annak a közösségnek, ami az az egyház, amelyet Szent Péterre, mint kősziklára épített Jézus, és az az egyház,
ahová minden bűnöst vár Jézus, hiszen tudjuk a Szentírásból, hogy azokhoz jött, akik keresik őt, akik talán a bűn állapotában vannak, de megnyitják az érdeklődés lelkületét, megnyitják az Isten iránti szeretetüket, és ezáltal valóban megtért emberként ott lehetnek Krisztus egyházában. Erdélyben tapasztaltam egyszer, hogy jött valaki egy ilyen lovas szekérrel, és azt mondta, hogy majd mindjárt beszélgetünk, csak először elmegy a falu végére, és ott majd ő megtér. És akkor néztem, hogy mit jelent az, hogy elmegy a falu végére és megtér, és azt csinálta, hogy ott megfordult a szekérrel. És akkor jöttem rá, hogy ez a megtérni szó, ez azt akarja jelenteni, hogy fordítunk az addigi életünkön, elindulunk a rossz irány helyett a jó irányba, és megtapasztaljuk, hogy milyen jó az a közösség, ahol sok ilyen megtért ember van együtt, ha kell a nap 24 órájában, 24-szer térünk meg, és egyszer majd rá fogunk jönni arra, hogy milyen jó hosszú időn keresztül megtért, kegyelem állapotában élő kereszténynek lenni. Én ezt kívánom ennek az egyházközségnek búcsúünnep alkalmából, Szent Péter és Pál apostolok imént felsorolt erényeiből tanulva, legyen ez az egyházközség továbbra is fejlődőképes, töltsük meg ezt a csodálatos szép templomot, és adjuk tovább azt a hitet, amelyre Péter és Pál apostol tanított bennünket. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, kérjük testvéreim Urunkat, égi főpásztorunkat, hogy Szent Péter, Szent Pál és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket. Áld meg, Urunk, egyházadat, Ferenc pápánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig Szent Péter és Pál hite és buzgósága lobogjon a szívünkben. Hallgass meg, Urunk! Küldj, Urunk, munkásokat aratásodból, hogy az evangélium világosságát, az apostolok lelkedes keshedésével terjesszék a világon. Hallgass meg, Urunk! Áraszd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békessége és szeretet uralkodjék az egész földön. Hallgass meg, Urunk!
Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol tőlünk az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán. Hallgass meg, Urunk! Végül engedd, Urunk, hogy elhunyt szeretteink már most és majdán mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk. Hallgass meg, Urunk! Urunk Istenünk, hallgass meg hitből fakadó kéréseinket, és teljesíts reményünket. Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, azt megadod nekünk. Krisztus a mi Urunk által. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, az apostolok könyörgése kísérje áldozatunkat, amelyet szent neved tiszteletére akarunk bemutatni, és töltsön el minket az áldozat bemutatása közben igaz áhítattal, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert örvendezünk, hogy szent apostolaid, Péter és Pál által gondoskodtál rólunk, és egyikük a hit megvallásában lett vezérlő tekintély számunkra, a másik pedig feltárta nékünk hitünknek mélységes értelmét. Míg Péter az ős egyházba szervezte, ami Izrael népéből hű maradt, a pogány nemzeteknek Pál lett tanítómestere, hogy ők is meghallják hívó szózatod. Bár különböző úton jártak, mégis egységbe gyűjtötték a krisztusi család népét, s a két apostolt együtt tiszteljük itt a földön, mert közös mennyei koszorú várta őket, és ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük. Thank you.
Valóban, szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatig. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Péter és Pál apostolokkal, és minden szenttel együtt. Az ő közbeni járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszorodott valamennyi gyermekedet. Elhűnt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek ebbe a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztott el minden jóval a világot.
Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kerülünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg hétveinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
könyörögjünk. Szent kenyérrel tápláltál minket, Istenünk, add, hogy úgy éljünk egy házadban, hogy egy szívvel, egy lélekkel, szeretetedben alapot vetve, megmaradjunk a kenyértörés közösségében és az apostoli tanításban, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem a következőket. Mielőtt elindulnánk a körmenetre, ennek a 10 órai szentmisének a persei adományát a plébániánk hittanos gyerekeinek holnap kezdődő táborosztatására fordítjuk. Köszönjük adományaikat. A Péter fillérek gyűjtése, ami egyébként ezen a vasárnapon van, a búcsunkra való tekintettel a következő vasárnap lesz majd. Július 1-től a templom őrzését Pusztai Hajnalka után Csontos Márta végzi. Köszönjük Hajnalkának az 5 éven át végzett hűséges szolgálatát és imádságát. Július hónapban a plébániai iroda csak délelőtt 9 és 12 óra között tart nyitva. Hirdetem még, hogy a vers barátok köre nyári művészeti tábort szervez, amelyre jelentkezni ott a hátsó asztalnál van egy ilyen kis jelentkezési lap, kérem, hogy vigyék el, és azon jelentkezzenek a következők, ugye fiataloknak szól, részvételi díj 25 000 forint, amely tartalmazza az ebédet, tartalmas időtöltés, színes programokat fiatal művészek vezetésével és közreműködésével. A tábor július 10-e és 14-e között van. És akkor szeretném még hirdetni a körmenetet. Kérem, aki teheti, majd jöjjön vissza. A körmenetnek elől mindig a kereszt halad. Kérem, hogy ez a pattömb induljon el a kereszt után. Azután a papság az oltári szentséggel, az asszisztenciával, majd minket kövessen ez a padsor, ez az oldal, illetőleg az énekkar álljon be oda mögénk, és egy körmenet után még visszajövünk, és azután pedig szeretettel várok mindenkit a templom udvaron elkészített asztalokhoz egy kis beszélgetésre. Tudom, hogy rövid az idő, már délig, ebédig. Egy órára viszont várom vissza azokat, akik hivatalosak, meghívottak a plébániai milleniumi teremben az ebédre. Arra majd ott figyeljenek, hogy csoportonként van a beosztás, és lesznek segítők, akik megmondják, hogy kinek hol is van a helye, mert pontosan 102-en leszünk. Oltári Szentség.
Áldjuk az Atyát, a Fiút, a Szent Lélekkel együtt. Dicsérjük és magasztaljuk őt mindörökké. Kenyeret adtál a mennyből nekik, amely minden gyönyörűséggel teljes. Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, Te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk, add kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Tantum ergo sacramentum. Testvéreim, köszönöm, hogy visszajött mindenki. Mielőtt a himnuszokat elénekeljük, engedjétek meg, hogy el ne mulasszam megköszönni rektor helyettes úrnak, dr. Novák István atyának a tanítást, és hálásan köszönjük Péter és Pál apostolról azt, amit kiemeltél, és aminek a gyakorlatát ajánlottad számunkra is.
nem akarom összefoglalni, mert akkor még itt maradnánk egy fél órát, de nem egy elemet kiemelnék azért abból, amit mondtál, hogy itt kezdted a diákonusi szolgálatodat. Ott áll melletted balra Szedmák Zoltán, diákonus úr, aki szeptember 1-től itt fogja kezdeni a diákonusi szolgálatát. Hát kérjük a Jóistent, hogy a nagy elődök példája az ő életében is megvalósuljon. Isten hozott majd